A Mátészalkai választópolgárok közel 48%-a vett részt az októberi önkormányzati választásokon. Ők két jelölt közül választhattak vezetőt a következő 5 évre. A város lakók a település korábbi polgármesterének, a Fidesz-KDNP jelöltjének szavaztak bizalmat. A voksok több mint 62%-át Hanusi Péter kapta. Pénzügyileg is stabil, jó költségvetéssel kezdte a 2019-es évet Mátészalka. Ez jó alapot ad arra is, hogy a jelenleg még folyamatban lévő 26 pályázatot sikeresen zárja majd az önkormányzat, mondta a település régi új polgármestere 35 perc című műsorunkban. Az ipari parkban egy új inkubátorház kivitelezésére irányuló szerződést zártunk, tehát a jövő hét folyamán aláírásra kerül. Aztán van egy zöld város projektünk, ami a városnak 3 helyszínén, a város közepén, a Szalkai László téren, a Kegyeleti Parkban, illetve a városi kispiac hátsó részénél különféle beavatkozásokat fogunk folytatni. Szintén pár napon belül szerződéskötési állapotba kerül ez. Tehát ez azt jelenti, hogy 4 helyszínen hamarosan elindul a munka, de közben a tervezőkkel egyeztetnem kell folyamatosan a belterületi kerékpárút kapcsán, ami ugye egy 500 milliós projekt, és ez összeköti a Jármi és a Kocsordi szakaszt. Tehát a 4-sávos, mi így hívjuk Mátészalkán, ez az út végre biztonságossá válik, és egy kerékpárút hálózat alakul ki tulajdonképpen a város körül. De egy 500 millió forintos bölcsődére is pályázott a település. A közúttal közösen pedig körforgalmat építene Mátészalka a város legveszélyesebb csomópontjánál, a Medgyesi és a Zöldfa utcáknál. A következő 5 évben komoly lehetőségeket remél a város, a Tudományos és Technológiai Ipari Park elnyert pályázata miatt. A cégek kutatás fejlesztését segítheti ez majd a jövőben. Nyírbátorban az országos arányokhoz képest jóval magasabb volt a részvételi arány, a választópolgárok közel 57%-a voksolt. A város eddigi vezetője fölényesen nyert, bár 3-an indultak a polgármesteri székért, a szavazatok több mint 66%-át Máté Antal kapta. Nyírbátor azon az úton szeretne tovább haladni, ami elindult. Ugye nálunk azért már 15 éve folyik egy dinamikus gazdasági növekedés, nagyon sok munkahely jött létre, és valóban itt azért kell egy paradigmaváltás ezen a területen, amit nem csak mi, hanem valamennyi településnek meg kell tennie. Itt a magasabb hozzáadott értékű munka a kulcs, én azt gondolom, hiszen az emberek nem csak dolgozni szeretnének ma már, mert bárhol szinte a megyében elmondhatjuk, hogy azért van munkahely, ha nem a közvetlen településen, akkor egy 30 kilométeres távolságban egészen biztosan. Itt az a kérdés, hogy hosszú távon melyik település fog tudni nem csak munkahelyet kínálni, hanem olyan munkahelyet, ahol versenyképes fizetéshez lehet hozzájutni. És az a település lesz sikeres, aki ebben minél hamarabb tud váltani, és ha tetszik, ha nem, ebben megint csak egy verseny fog kialakulni a települések között, és nyilván mi szeretnénk ezt a versenyelőnyünket Nyírbátorban megőrizni, ezért rendkívül fontos, hogy a különböző cégekkel jó legyen, folyamatos legyen az együttműködés, ami garantálja azt, hogy a jövőbeni fejlesztések azok ezt meghozzák, tehát egy magasabb hozzáadott értéket és egy magasabb fizetést. A munkahely teremtés mellett fontos a kikapcsolódás és a szórakozás biztosítása is a településen, tette hozzá a polgármester. Ennek érdekében például bérlakás program indult, szórakoztató szabadidőközpontot alakítottak ki, 4 játszótér épült és megújult a sportpálya is. Újfehértón viszont új polgármestert választottak az ott élők. A kormánypártok jelöltje a szavazatok több mint 56%-át kapta, így Hosszú József irányítja a várost a következő 5 évben. Engem azért az Újfehértő emberek ismernek, hisz mielőtti Szavasváriba kerültem, előtt én 15 évig a helyi önkormányzatnál dolgoztam, és így kvázi egy ismert ember indult a Fidesz-KDNP színeiben, és én fontosnak tartom azt, hogy Újfehértón azok az elmaradások, amelyek az utóbbi időszakban tapasztalatok voltak, ezek megszűnjenek. Egy konkrét példát szeretnék mondani, Újfehértónak nincs ipari parkja. Azt hiszem a megyében talán országosan is egyedülálló dolog az, hogy egy ekkora nagyságú településnek, hisz Újfehértó 12.700 lakosú, nincs ipari parkja.
és ezt legfontosabb feladatomnak tartottam, amit le is írtam a kampányomban, hogy ipari parkot kell hozni Újfehértóra, hisz az újfehértóriak nagyon dolgos emberek, szeretnek dolgozni, kvázi nincs munkanélküliség a városban, mert nagyon sokan ingáznak, de én úgy gondolom, hogy a családapaként is, meg a saját bőrömön is tapasztaltam, milyen az, hogyha ingázik az ember, és sokkal jobban élnek az emberek, hogyha helyben tudnak dolgozni, és ez a legfontosabb feladatunk, hogy helybe hozzunk munkaerőt. Hosszú József hozzátette, nagyon alacsony az aszfaltos utak aránya Újfehértón, de kevés a járda és a kerékpárút is, ezen szintén javítani szeretne a jövőben. Az új polgármester másik ígérete a városi strand, ami véleménye szerint a helyiek igénye is.